Köszöntöm Önöket, ez itt a Siesta Plus a Nyíregyházi Televízióban. Ahogy azt megszokhatták nyáron, ilyenkor egy külön kiadással jelentkezünk. Most Rodrigo Andalus koncertóját hallhatják majd a Miskolci Szimfonikusok és a Csáki Gitár Kvartett előadásában. Jó szórakozást! A folytatásban következik Rodrigo Andalus koncertója, ahol közreműködik a Csáki András Gitárkvartett. Csáki András zeneakadémistaként 2 alkalommal volt köztársasági ösztöndíjas, 3-szor is elnyerte a Fischer Anni ösztöndíjat. 2009-ben megkapta a Duna Televízió Magyar Csillagok díját, valamint a Prima Primissima Alapítvány Junior Prima Zeneművészeti díját. Nemzetközi karrierje 1999-ben kezdődött, amikor 18 évesen Chilében megnyerte a 26. Dr. Luis Seagal nemzetközi zenei versenyt. A chilei verseny óta számos további nemzetközi verseny győztese és különdíjasa Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában. Ezeken eddig 24 döntős helyezést ért el, köztük 11 első, 10 második, 3 harmadik és számos különdíjat is. Korosztályának egyik legaktívabb magyar klasszikus gitárosaként gyakran kap felkérést különböző kamaraprodukciókra. Gitárversenyművek szólistájaként neves szimfonikus zenekarokkal koncertezhetett idehaza és külföldön is. 2005-től a Bartók Konzervatórium, 2009-től pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gitártanszakának tanára. 2005-ben tartotta már az első mesterkurzusát az Egyesült Államokban, azóta pedig tanított már az Egyesült Államokon kívül Angliában, Franciaországban, Észtországban, Görögországban, Németországban, Romániában és Magyarországon. A gitárkvártett tagjai még Pavlovics Dávid, Günzberger Ákos és Járóka József. A szünet előtt tehát következik Rodrigo Andalus koncertója. További szép estét kívánok Önöknek!
Ez volt a Siesta Plus itt a Nyíregyházi Televízióban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!